Az Ekoland Szerbia Egyesületet alkotó 14 bárzsillafalvi család jelenleg 40 hektáron folytat biotermesztést. Ami megkülönbözteti őket más ökotermesztőktől, az a biztos piac. Rudolf Bühler, a németországi Ekoland cég tulajdonosa, minden ősszel felvásárolja tőlük az összes leszerződött bioterményt, amit a kiszállítás pillanatában azonnal ki is fizet. Mi 6 éve dolgozunk, de eddig még az eredmények nem voltak ilyen szemmel láthatóak és ilyen szépek, és most úgy gondoltuk, hogy most már tényleg van mit megmutatnunk a világnak, Szerbiának, és hogy megmutassuk azt, hogy milyen kis termelők is milyen szépen tudnak dolgozni, és milyen nagy jövedelmet tudnak a saját munkaerejükkel, a szorgalmukkal elérni. A külföldi partner az idén megvásárolt egy falubeli házat, ahol a jövő idényig felépül az új paprikaszárító és a malom. Ez további fejlődést tesz majd lehetővé. A biotermesztéssel azért kezdtünk el foglalkozni, mert a férjemnek fölbomlott a munkahelye, a helyi szövetkezetben volt traktorista, mivel kevés földünk van, adódott ez a lehetőség, hogy lehet biotermeléssel foglalkozni. A kevés földből úgy gondoltuk, hogy így tudunk legtöbb hasznot kihúzni. Megadottak voltak a zárak, a föltételek is ahhoz, hogy bele tudjunk kezdeni. A biotermesztők a tavasszal örömmel nyugtázták, hogy az állam végre támogatásokkal segíti az organikus gazdálkodást. De most már elvárnák, hogy a pénz valóban meg is érkezzen a számlájukra.